Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, és nagy szeretettel köszöntöm Kardos Péter főrabbit. Szervusz! Szervusz Péter, a zuglói közösség, zuglói zsinagóga vallási vezetőjét, így a legpontosabb. Noach heti szakaszánál tartunk. Erről azért lehet azt is mondani, hogy tulajdonképpen is a legismertebb, a nagy közönség által is a legismertebbek közé tartozik. Vízözön, bárka, megmentjük az állatokat. De mégis kezdjük az elejéről. Én készítettem egy-két feljegyzést magamnak, azért mert hogy az ember azért készül, meg azért odafigyel. Van olyan kifejezés ebben a heti szakaszban, amit szeretném, hogyha egy kicsit meg tudnánk világosítani. Pontosan én hallgatlak, te fogod megvilágosítani reményeim szerint. Mit jelentett az, vagy mit jelent az, hogy Noé Istennel járt? Van ez a kifejezés benne. Ugye ez, hogy valakivel járni, ez manapság egészen más jelenthet, mint ebben a történetben. Noach, ahogy azt ejtem még ortodox koromból, Iszadik Hójobb Dajrajszóv, egy igaz ember volt a nemzedékében. Most a magyar nyelv időnként nagyon gazdag, tudni, ez úgy is lehet fordítani, a maga nemzedékében igaz ember volt, más nemzedékben, ezt nem én kérdőjelezem meg, hanem a tudós bölcsek, hogy vajon ez mit jelent, hogy a nemzedékében. És akkor felteszik a kérdést, hogy miután Isten elpusztítja a világot az özönvízzel, következésképpen, ha ő egy másik nemzedékben élt volna, akkor nem biztos, hogy ő egy igaz akkor embernek nem, számított volna. Hát annál is inkább, mert a hét főbűn róla van elnevezve, nem egy megtiszteltetés kóved a Bibliába, ha valakiről hét főbűn, ugye vérfertőzés, emberölés, ezek a noachita hét bűn az arról nevezetes, hogy ez nem csak a zsidókra vonatkozik, hanem a nem zsidókra érvényes. Tehát a zsidókra vonatkozó parancsolatok nem, de ez a hét a mi felfogásunk, és nyilván hát az illetékes nem zsidó egyház is tudja, a hét noachita főbűn, ez minden vallású emberre vonatkozik. Na most, hogy Istennel járt, hát Ábrahámmal is összehasonlítják, hogy Isten előtt járt, Isten mögött járt, ő Istennel jár. A kérdés az volt, hogy mikor könnyebb iszcádiknak, igaz embernek lenni, ha mindenki gonosz körülöttem, vagy sok-sok iszcádik, jámbor él. Hát nyilván neki könnyebb dolga volt, idézőjelbe, hogy ő volt az egyetlen igaz ember, aki Isten ugye megment a családjával, meg az állatvilág képviselőivel együtt az ismert özönvíz történet keretében. Ez egy jó kérdés, ez, hogy mikor könnyebb cádiknak lenni, mert akár lehet úgy is fölfogni, hogy abban az időszakban érdekesebb, vagy könnyebb, nem tudom, amikor gonoszok vesznek körül, hiszen akkor te kiemelkedsz, mert ugye akkor különben meg egy vagy a sok cádik közül, ez valóban. Mondtad ugye Ábrahámot, és említetted, ez is egy érdekes dolog, mert ezt is megtudtam, ugye utána olvastam, hogy Noé azt mondja, a tizedik generáció volt Ádámtól, és még 10 generáció fog bekövetkezni Ábrahámig. Ez igen, milyen érdekes. Igen, hát 600 évvel vagyunk a teremtés így után, mindössze, és Isten már megbánta az egész teremtést. De miért is tulajdonképpen? Mi az, amit... Azért bánta meg, mert olyan vati mulli homosz, tehát annyira elburjánzott az embertelenség, vagy erőszak, és a természet is megváltozott, mint ezt a magyarázók mondják, ugye annyira, hogy a répát vetettek, de retek nőtt, meg buzát vetettek, és árpa nőtt, a szamár megölte a lovat, a tyúk, a pávát, tehát vannak ilyen kapcsolódó, midrásszerű magyarázatok, amik ehhez kapcsolódnak. Tehát abszolút megromlott a világ, és ugye maga a bárkaépítés, amit részletesen ír le a heti szakasz, hogy a méret, minden,
részletesen, hogy milyen állatokat vigyem be, természetesen párosával, és azután a próbák a hollóval és a galambbal a végén, ugye a 40 nap után kiküldi a két madarat, hogy vajon még tart-e az özönvíz, vagy már nincs. És akkor tudjuk, a végén visszajön a picasso-i galamb, olajággal a csőrébe, és ezzel hát a végét, illetve a elemek megbékélését van hivatva tudatni Noéval. Akkor kezdjük inkább úgy, hogy beszéltél az előbb a hétfő bűnről, kicsit menjünk ezekbe bele. Nem, menjünk akár az összesen végig, vagy pedig azokat, amiket te fontosnak tartasz, akár mondjuk a mai korban is kiemelni. Értem, ehhez viszont akkor Najához kell visszamenni. Menjünk vissza. Mert vannak, hogy úgy mondjam, nem publikus részei ennek a heti szakasznak. Na tessék, kérem. De mivel nem publikusak, én nem fogom elmondani, de halványan célzok rá. Azért voltak úgynevezett fekete pontjai az ő életének, ezt onnan kezdtük sejteni, amikor a Héderbe, tehát a gyerekként jártam a jesívába, igen, és ott magyar fordítású hümesekből, tehát Tóra fordításokat olvastunk. És föltűnt már akkor egy nagy része hiányzik a magyar fordítás. Ez gyermekeknek készült, igen, ez a Bernstein-féle hümes, tehát hiányzik a magyar fordítás. Már én akkor rosszat sejtettem, úgy mondjam, és már felnőtt korban voltam a rabi képzőbe, amikor ott már nem hiányzott a magyar fordítás. Hát ugye ő találja fel a bort. Így igaz. Ő találja fel az alkoholnak, találja fel ez ilyen nagyon finomított kifejezés, az alkohol hatását. Ő volt az, aki először úgy emberesen berúgott. Igen, ennek olyan negatívumaival, ami a főbűn, a Noachita főbűnök egyike, hát a leányai előtt levetkőzik, igen, fölfedi a szemérmét, de mondom, nem publikus, mert lehet, hogy nem csak három csillagos nézői vannak az adásnak, úgyhogy ember volt, és még ennek ellenére, hogy ezeket csinálta, ő volt az igaz ember a nemzedékben, tehát a többit a néző fantáziájára bízzuk. Mi az, amivel, mert megint ugye az van, megint ugye elkezdtem a kérdést, föltettem a kérdést, de utána meg akarom magyarázni, tehát, hogy most péntek délután van, mivel készülsz a heti szakasz kapcsán? Megint csak egy pici kis apró részletet próbáljunk meg. Na most én Zuglóba, bár a prédikáció hagyományos helyéről szólok a közösséghez, de nem prédikálok, hanem a heti szakaszról beszélek, és a heti szakaszt, ha lehet, aktualizálom. Most ekkora őszi aszály idején özönvízről beszélni, ezt nem lehet aktualizálásnak venni, ez tényleg csak a lárpurlár magáért az özönvízért kell szólnom. Úgyhogy a bibliai alakoknak az esendőségéről például, hát akiket példaképnek tekintünk, hát már akár Mózesről is szólhatna, neki is voltak úgymond fekete pontjai, és akkor még finom voltam. Egy miatt például be sem menhetett ugye az ígéret földjére. Tehát nem kis büntetés volt ez neki. Nem fogadott szót az örökkévalónak, de még ennél is több ez, hogy nem bízott benne. Lásd ugye a sziklából a vízfogasztás, hogy így igaz. Nem csak hozzáérni, meg sem rá kell csapni, gondolta ő, mert másképp hogyan jöhetne. Tehát ilyen a mai ember számára, mai világunkban ezek nem jelentős dolgok, de ott akkora jelentősége volt, hogy ez ilyen büntetést vont maga után, hogy hiába vezeti a népet. Sivatagon, kiszabaduláson, Egyiptomból át minden áldozatot meghozva, el van zárva a lehetőségtől, csupán még halál előtt annyi kedvezményben részesül, hogy fölküldi a hegyre Istenőt, hogy onnan nézze meg az ígéret földjét, ahova majd a nép elmegy hont foglalni. Tehát láthatta a saját szemével, hogy hová nem jut el. Mit gondolsz ezekről a fekete pontokról, hogy hogy teszi jobban az ember, ha megpróbálja valamilyen módon, persze költői a kérdés, tudjuk, megpróbálja valamilyen módon utólag ezeket hibajavítóval kifehéríteni, vagy pedig azt mondja, hogy igen,
ezek az én fekete pontjaim, ezeket én elkövettem, vállalnom kell a felelősséget, mert akkor, amikor én ezeket elkövettem, akár Noé, akár Mózes előtt is, ugye megvolt a szabad választás lehetősége. Megteszem, nem teszem meg. Így teszem, nem így teszem. Nyilván szabad akaratra célzol, mert ugye így Isten fölruházza az ember a szabad akarattal. De azért van olyan magyarázat, hogy Isten már ismer téged, és tudja, hogy mit fogsz választani a szabad akaratod szerint. Régi példa erre, és nem is annyira profán, a rabbi képzőben volt egy professzor, ezt lehet, hogy valahol már elmondtam ebben a csatornán, tudós professzor, aki a szabad akaratot ismertette, mi kezdők voltunk még, és azt mondja, hát következőképpen néz ez ki, hogy Isten honnan tudja, hogy mi mit fogunk csinálni, ha a szabad akaratból kell. Elfordult az ablak felé, és voltunk 10 hallgatók, hogy Schiffer üljön le az első sorba, és nem nézett oda. Egy perc múlva, Schiffer miért ült maga a második sorba? Megfordult, és tényleg a második sorba ült. De honnan tudtam én ezt? Magyarra kérdezte a professzor. Ismerem a Schiffert. Soha nem azt teszi, amit mondanak neki. Lejön onnan a 10. sorból, de nem az oda, ahova én mondom. Ez nagyon Isten jó. Is ugyanígy van, hogy tudja. Értem. Nem néz ránk, nem tudja, miért fogok akarni. De ő tudja, hogy milyen az az illető ember, tehát ez személyre szabva már. És a fekete pontok utólagos kifehérítését? Ez is egy emberi tulajdonság, tudom. Hát, meg lehet próbálni. Attól függ, hogy én magam fehérítem ki a saját fekete pontjaimat, vagy a közösség, a nagyobb közösség fehéríti ki az én fekete pontjaimat. Nagyon nagy a különbség, mert az ember saját magával elfogult, ugye, érthető módon. Tehát értékesebb, ha a közösség fehéríti ki, de a legértékesebb, ha nincs is fekete pont. Van olyan egyébként? Ha a 10 parancsolatot vesszük, állítom, hogy nincs. Megértettem. Mert szoktam mondani, hogy a 613 parancsolat, hát ez borzalmas, mennyit kell teljesíteni. Igen, de hát a szentély idejéhez van kötve mondjuk a fele. Igen. Mondom, jó, hát akkor 300, stb. Mondom, csak a 10-et kéne teljesíteni, lehetetlen teljesíteni. Ami egyébként nem is 10, hanem csak 9, az első igen. Az nem parancsolat. De nem lehet teljesíteni, mert az, hogy ne kívánd meg fele barátod, stb. Mihelyest egy jó márkájú autót látok, amilyet még nem láttam az utcán, utána fordulok. Igen. Az kizárt dolog, hogy azért, mert gyönyörködni akarok, de jó lenne végig nekem egy fejemel, ilyen kocsi. Végigfut a hogy milyen jó hát lenne. Ezt nem lehet, az ember nem tud uralkodni ezen, azért, mert a 10 parancsolat ezt megparancsolja. És még van több ilyen hasonló, ami teljesíthetetlen. Mint hallották és mint látták, tulajdonképpen sokkal jobb, hogy az ember nem gyűjti a fekete pontokat. Tudja, elnézést még valami. Igen. Közbevágó. Nagyon 10 parancsolat. Egyik idős barátom, aki rendszeres zsinagógájára mondta, hogy életibe, mint idősebb, mert most először tudja az egyik parancsolatot teljesíteni. Mondom, melyiket? Ne paráznál. Na most ehhez nem fűz, ez egy mondat, ez nem fűző kommentárt. Legyen elég annyi, hogy figyeljünk oda a fekete pontokra, és tulajdonképpen azt tudom javasolni önöknek, hogy olvassák el mindannyian ezt a heti szakaszt, érdekes lesz. Sokat tudnak belőle tanulni. Köszönöm, hogy minket választottak, viszontlátásra, Shabbat Shalom, Gut Shabbos. Köszönöm. Shabbat Shalom.